és megérkeztünk a tengerparti pálmasorhoz. Itt olyan túl sok hó nem szokott esni szerintem. Parkoló lakókocsival nem, hát akkor gondolom kamionnal sem. Igen, itt jobbra mellettünk, ez már a kikötő. Jaj! Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel még tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabírótokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. Na, itt takarják a feliratot ezek a pálmák, de Le Port, azt ebbe a sárga írja. Akkor itt kell bemenni a kikötőbe. Kövess a főutat jobbra, balra lehet nézni, de ritkán. Aztán jobbra megyünk. Na csak azt kell majd kideríteni, hogy itt hol lehet a jegyet megszerezni. Azt mondja, hogy ez a parkoló, ez itt fizetős akar lenni, vagy mit jelez az a B betűs tábla? Az lehet. Követjük a főutat, most ez a projekt, és jobbra. Aztán... jobbra. De jó szemlős itt a nap, nem látok semmit, nagyon tuti. Felgyomrom, a következő utcán nem, a következő utcán nem, hanem a második utcán jobbra megyünk. Na hát itt én félreállok. De az autószállítós kollega mögé, lehet, hogy ő vele együtt jöttünk át. Nem tudom. Nem. Nem, mert az egy lengyel kollega volt. Na mindegy, hát itt én megállok. Aztán földerítem, hogy hol is lehetne a hajójegyhez hozzájutni. Na kérem, a hajójegy már megvan. Ide kellett visszasétálni. Ugye a kamionnal valahol ott messze álltam meg elől. És ide vissza kellett jönni, mert itt van az iroda. Hát ez se kicsi teknő, ahogy elnézem. Ez is egy szép darab hajó. Hát aztán elsétálok, körülnézek, mi újság itt bent a városba. Na lassacskán vissza kell mennem, mert merül a kamera. Mert visszataláltam, ott van a jármű. És azt hiszem, most már maradok is itt, mert fogytán az akkumulátor, és az idő is most már közeledik az indulás ideje. Na, végül is megérkeztem a hajóra.
úgy nézem, hogy a túloldalon pedig ki kell tolatni. Mert itt orral bejöttem ide két kamion közé, úgyhogy innen úgy kell majd kitolatnunk. Na kérem, itt is van kabin. Itt ez, ugye itt ez egy fősőágy, lehajtható, úgyhogy kétszemélyes. Ez is nagyon kulturáltan jól néz ki. Mondjuk ez szerintem egy régebbi építésű hajó lehet, már így a berendezésből ítélve. Itt van a zuhányzó, mosdó, teljesen jó, nagyszerű. Itt is van ablak, mondjuk ez is legalább ugyanolyan, sőt még koszosabb, mint a másik volt, de hát ezt nem csodálom, mert itt tengeren kicsit fúj a szél, már is fölveri ezt a sós vizet, aztán ez meglátszik az ablakon. Hát szerintem lassan indulunk is. Hát kis hiány lekéstem ezt a hajót, pedig itt állok már 3 órája a kikötőbe. Én abban a hitben voltam, hogy majd onnan fog indulni, ahova tegnap érkeztünk. Aztán mondom, csak nem jön, hát mondom, 1 órakor már elvileg itt kéne lennie, azt már 1:45, és még sehol a hajó. De aztán elkezdtem ott kóricálni, hogy merre is lehet, és akkor látom, ki van írva itt ennél a bejárónál, hogy 14:15-kor hova megyünk? Na, most nem jut eszembe a neve. Na jó, van mindegy, Olaszországba. Már is mondom, leblokkoltam, Livornóba megy a hajó 14:15-kor, úgyhogy már húzzák is fel a rampát, csukják le a hátulját vagy elejét, aztán indulunk. Én pedig most elmegyek, földerítem, mi a kaja. Ez itt a pihenő részleg. Meg bár. Ez lesz a kaja. Na kérem, elköszönünk Korzikától. Elindult a hajó. Kaját befejeztem, és most itt megyünk még a sziget mellett egy darabig. Na ennek a hajónak ilyen kéménye van. És ilyen mentőcsónakok. Igen, ezt még valamikor régebben építhették ezt a hajót, mert ezek még nyitott mentőcsónakok, a másikban ott meg zárt mentőcsónakok voltak. Itt megint lesz jó kis szél, ha bár nem is, nem vészes. Hát gyönyörű, a tenger, az is nagyon szép, tiszta. Meg a szigetek is. Vagyis hát a sziget. Sardinia Vera. Ez a neve a hajónak. Na úgy látom, ledobta az égszíjat a gép, vagy nem tudom mi van. Zöld kártyát bevonták. Igen erősen elkezdett füstölni. Mondjuk most megérkeztünk a livornói partokhoz. És elég sima volt az út, elég gyorsan tudtunk jönni, úgyhogy lehet, hogy korán jöttünk és még nem engednek be. Vagy az is lehet, hogy révkalauzra kell várni. Ugye, mert lehetséges, hogy
ugyanúgy, mint a túloldalon. Itt is valami révkalausz fogja beirányítani a hajót. Na majd minden esetre alapjáraton kormol rendesen. Van itt néhány hajó, nem tudom, ezek halászhajók, vagy teherszállítók, vagy mik lehetnek. Lehet, hogy halászok. És itt jön egy lélekvesztő, ez lehet, hogy hozzánk jön. Na most erősen elkezdtünk fordulni. Meg ő is. Igen, akkor lehetséges, hogy itt jön a révkalauzunk. Igen, kapitány a hídon. Pilóta feliratú kishajó. Ő lesz az. Fölveszi a tempót, jön a pilóta, barátom és mentőmellény és minden nélkül, nézd meg. Ott van, beszállt, a kis lélekvesztő elmegy nagy gázzal, kövérgázzal, ahogy mondani szoktam. Nem tudom, hogy ez miért lehet. Nem hiszem el, hogy a kapitány nem tudná biztonságosan bevinni a hajót a kikötőbe, mert már gondolom 18.500-szor megjárta ezt az utat. Lehet, hogy a révkalauznak is kell élni valamiből. Elképzelhető, hogy itt így gondolkoznak. Hát nem kis füstfelhőt készített ide ez a szerkezet. Ez Euro minusz 15-ös motor valószínűleg. Na nem sokára kikötünk. Látszik, ide kell a révkalauz, mert itt most fordulunk egyet, és szerintem betolatunk oda a mólóhoz, és akkor így nem kell tolatni a kamionnal kifelé, mert ugye a hajó elején szálltunk be, hanem akkor ezek szerint a hátulján meg le lehet róla menni. Csak azon gondolkoztam, hogy oké, ilyen szép, csendes időben jön a révkalauz, aztán beszáll, de amikor vihar van, akkor hogy oldják meg ezt a kérdést, az nem lehet egyszerű. Na hát itt érdekes módon ugyanoda értünk vissza, ahonnan elindultunk. Úgyhogy itt már nagyjából ismerem a járást. Nem úgy, mint a túloldalon. Na. Kötelet most fogják talán kidobni. Igen, most repült a kötél, meg is van. Na, szépen kikötünk, aztán lassan el is kell indulnom lefelé. Itt van előttünk ez a fal, ezt valami úton, módon, aha, most fogják talán
lenyitni, fölemelni, lefektetni, nem tudom, valamit csinálnak vele. Na majd meglátjuk. Na igen, most indul a fal. Úgy látszik, ez valami vízzáró dolog. Hogyha netán a hajó elejéből bejön a víz, akkor az itt megállítja. Valami nem működik, de most már vagy harmadszor futnak neki a dolognak. A túloldalon már úgy nagyjából elfordult. De itt ez a felső munkahenger nem akar elmozdulni. Most indul a fal. A mellettem álló autónak nagyon tuti festése van. Autó, kamion. Nem tudom, miért mindig autót mondok. Ez kamion. Nagyon szépen meg van csinálva. Jövök, csak itt ezen a huplin óvatosan kell átugratni. Ó! Az igen. Ez is jó kis hupli lesz. Megemeltem a hátulját egy kicsit, mármint a hátsó tengelyt. Mert ott van a raklap tartó, és az eléggé alacsonyabb van. Na mehetek, azt mutatja a csávó, jó? Kerékpártó, azt megemeli a hátulját. Oké, jó, lejött.
megérkeztünk Livornóba. Azt hiszem nem megyek én innen sehova, hanem ahol a jegyet kellett venni. Oda beállok a parkolóba, aztán ott maradok éjszakára, mert megjött már a meló, holnap itt lesz a felrakás Livornóba. Igen, arra felé kell mennem tovább. És a kijáró is arra felé van.